Iskolán ballagás ünnepségén tisztelettel köszöntöm vendégeit, a szülőket, hozzátartozókat, iskolán dolgozókat. Külön szeretettel köszöntöm a búcsúzó 8. osztályos diákjainkat. Néktek ragyog ma, éljétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek ragyog búcsúzó szívünket. Kis Kálmán szavai erről az ünnepi percről szólnak, amikor a tér tiszteletekre öltözött ünnepi díszbe iskolán. Nektek szólt utoljára csendő. Ez a nap a ti ünnepetek, minden királynak figyel. Kívánom, hogy az itt eltöltött idő maradjon számotokra erőt adó kedves emlékeket. Kérem a ballagó diákokat, hogy a lufik elengedésével jelezzék, hogy ők is készen állnak a búcsúra, az indulásra. Majd kérem a szülőket, hozzátartozókat, hogy ünnepségünk előtt most köszöntsék a ballagókat, és adják át a virágjaikat. Anya, hol vagy? Másikat. Gyere, szavalja Király Imre őrizd meg című versét. Őt követően Takács Anna 7. diákunk búcsúztatja a ballagókat. Ezt követően Ricó Luca Panna 1. osztályos tanuló köszön el a legkisebbek nevében. De hogy nem tétszik meg egy sárpot? Te csináltál róla? Király Imre, őrizd meg! Az álmaidra vigyázz! Őrizd meg a friss tejézét a gyermekkornak, mikor csaholó felőket hajszoltál, s köszöntél minden bokornak. Őrizd meg szemedben az ártatlan kéket, az első lépések botladozását, s hajd, hogy kísérje rózsaszín nevetésed. Őrizd meg az először feszülő szavakat a szárnak, melyel testvére lettél a világnak.
az első sírásoddal megkarcolt csendet, mellyel az örök bűnöket magadra vetted. Őrizd meg a szavak ifjúkori lendületét, a nem léttárstalanságát válts fel apró örömökre, s a szív mély hangjait énekelt konoptüzeknél lázasabban. Őrizd meg a hajnali földek szagát, az égi óceán roppant csillagharát, halkfolyó zöld csobbanását. Őrizd meg szemednek, hogy elmerülhess benne, ha rád tör a sok bántó földi nász. Kígyóvonalú fák bámész lombját, testükön a finom tókháló erőt. Érezd a sóhajos bombó életvonzást, s őrizd meg a csillagszámláló időt. Mert kell néha pár bolyhos emlék, szótöredék, villanó mondat foszlány, hogy megtaláld elhagyott gyerekarcot, és magadból egy darabot újra visszahozzál. Kedves ballagó diákok, ez a ti napotok. Az a nap, melyen elbúcsúztok az iskolától, tanáraitoktól, osztálytársaitoktól. Még egy pár éve csak, hogy elsőként léptétek át az iskola küszöbét. Szívetek jobban kalapált, hogy milyen lesz. Aztán jöttek a szürke hétköznapok, mely tanulásból, tanulásból, tanulásból állt. Sokszor untátok is. Azt szerettétek volna, bár már befejeződne. De voltak ünnepnapok is. Játékos mikulások, meghitt karácsonyok, vidám falsangok, réfás gyermeknapok. És még sorolhatnám. S voltak versenyek, melyen összetudtátok mérni tudásotokat ismeretlen diákokkal is. S egy mosoly, egy dicséret, egy oklevél, s ti szárnyakat kaptatok. Mi nagyon büszkék voltunk rátok. Azok akarunk lenni a továbbiakban is. Kilépve intézményünk kapuján ne feledjétek, honnan indultatok. Mi mindig visszavárunk titeket. Komoly munka vár rátok, megfelelni a középiskola elvárásainak. Sokkal többet kell majd tanulnatok, időnként el is fáradtok. Ilyenkor gondoljatok vissza az itt töltött boldog napokra, s ez majd új erőt ad nektek. Búcsúzunk tehát a hetedik évfolyam nevében, és kívánjuk, terveitek, vágyaitok váljanak valóra, életetek kanyargó ösvényén érjetek célba. Amiként a lovag bajnoki vívásra, az iparos legény hosszú vándorlásra, úgy indul a diák némi tudásgyűjtvény, s elmerünk a kemény évek tovatüntén. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy falnak, folyosón termekem udvaron átballag, jelképes batyúját a vállára vetve, nyitja ajkát dalra, köszönő szavakra, lengy lobog a szélben ajándék szalagra. Kedves búcsúzó nyolcadikosok, ma elköszöntök iskolátoktól, kedvenc és nem annyira kedvenc tanáraitoktól, tőlünk, akik itt maradnak, és egymástól is. A nagy szabadságba jusson eszetekbe tanáraitok és szülejetek intőszava. Példásan viselkedjetek, ahogy egy volt Ilosva is diákhoz illik, készüljetek a tovább tanulásra. Sose feledjétek, hogy visszavárunk titeket, várjuk beszámolóitokat, adjatok nekünk tapasztalataitokból jó tanácsokat. Kedves ballagó diáktársaink, az eltelt 14 évet köszönhetitek szüleiteknek, tanáraitoknak. Belőlük merítettetek hitet, tőlük szereztetek tudást. Általuk váltatok képessé arra, hogy meg tudjátok próbálni azt, amit életnek neveznek. A ballagó diákok búcsúzásának hangulatát idézzük. Az első készfogástól az elbocsátó szóig évek készségelebben dolgálás, bíztató hit, pártsintevés, a szégyen elmosódik. Szemem sarkában titkon kíváncsi könnyek lőnek. Torkomra forra vágyam, és nincs elég szavam rá, hogy mindent megköszönjek. Először Lengyel Vivien 8. B-s tanuló Márai Sándor füveskönyv című versét adja elő.
majd Kondrát Adrián 8. ás diákunk köszön el a ballagunk nevében. Végül a 8-osok 2 dalt énekelnek. A dalok címe 20 év múlva, illetve Vigyázz magadra, fiam. Gitáron kísér Nagy András szülő és Galambári Andrea. Márai Sándor, füveskönyv. Mindig váltani az élet ritmusát, tudatosan és figyelmesen cserélni munkát, pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is. Tudatosan felállni az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség. Tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben. Mindennek alján az isteni gondolat van. A szellem, mely kormányozza a világot, és ez a szellem nem tűz semmiféle magabiztos keptelést, önhitt elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést. Mindig alakulni s változtatni, oda simulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy. Csak nem biztonságban élni. Mindig várni a vihart és a tűzvészt, s ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani. Itt van. S oltani és védekezni. Kedves vendégeim, igazgatónő, tanáraim, diáktársaim! Engedjétek meg, hogy a búcsúzó diákok nevében én köszönjek el. Egy idézettel szeretném kezdeni George Matthew Adams tollából. Nincs rosszabb érzés, mint mikor búcsúzni kell. Megköszönni, lezárni, elválni, majd búcsúzni. Nem lehet mit mondani. Nézel okosan, és csak azt várod, hogy mondjon valaki valamit, valami szépet, valami jót, de erre nincsenek szavak. Most eljött az idő, amikor nekünk is búcsúznunk kell. Itt állunk, virággal a kezünkben, szüleink, tanáraink, barátaink körében, hogy utoljára lépjük át az iskola küszöbét. 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez az idő. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanító néni szava messze hangzóan sokáig kísért bennünket, a felső tagozatba lépve is. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengőszó nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más emberek közt az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent, hiszen a gyermekkort a maga gondtalan boldogságával elhagytuk. Kedves tanítóink, tanáraink! Köszönetet mondok magam és 8. osztályos társaim nevében. Önök, akik kézen fogtak bennünket és megtanították, hogyan kell padban ülni és figyelni, kik nagy türelemmel és odaadással vezettek be bennünket az új ismeretek rejtelmeiben. Később már nem a félén, hanem olykor a féktelen gyermek kezét kellett fogni, és ezért sokszor nem köszönetet kaptak tőlünk, hanem várándítást, szájúzogatást. Maradjon meg emlékezetükben a szép, a kellemesen együtt töltött tanórák, kirándulások, az együtt átizult versenyek emlékei, élményei. Külön búcsúzunk osztályfőnökeinktől, Szabó Ferenc tanár úrtól és Tótné Nagy Katalin tanárnőtől. Szívesen emlékezünk vissza az együtt töltött vidám órákra is. Felejthetetlenek számunkra a közös programok és az osztálykirándulások. Hálával tartozunk nekik, hiszen tanácsaikkal, odafigyelésükkel segítették iskolai életünket és továbbtanulásunkat. Kedves hetedikesek! Ti, akik jövőre már a mi helyünkön sorakoztok, most, amikor átveszitek iskolánk zászlaját, bizonyára arra gondoltok,
hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz. Higgyétek el, gyorsan elrepül az utolsó év. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket ti sem felejtitek el. S most hozzátok fordulunk, drága szüleink. Hálásak vagyunk a gondoskodásért, szeretetért, támogatásért, amit nap mint nap megkaptunk tőletek. De még ezután is szükségünk lesz rá. A mai alkalom számotokra is mérföldkő, hiszen gyermeketek életébe lezárul egy szakasz. A félénk csetlő-botló kisgyermekből középiskolás lesz, s még nagyobb feladatok állnak előtte. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy szeretetetek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Újra köszönetet mondok a nekünk nyújtott önzetlen támogatásért, az odaadó munkáért. Nagy László szavaival búcsúzom. Elmúlt, mint száz más pillanat, s tudjuk, hogy mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak. Köszönöm a figyelmet. And then
Örömmel köszöntök minden kedves vendéget, polgármester urat, szülőket, rokonokat, kollégákat, diákokat, munkatársainkat és a végzős valahol 8-osokat. Akik szeptembertől nem csak az elmúlt tanév, de az itt töltött 8 év tapasztalait sem a mi iskolánk falai között kamatoztatják már. Ezt ma talán még elképzelni is nehéz. 8 év nem csak a gyermek, hanem a felnőtt léptekével mérve is nagy idő. Itt tanultatok meg írni, számolni, olvasni, aztán még mennyi mindent. Itt raktátok le a tudásotok alapját, és ez nem kis dolog. Ez a szilárd alap, amelyre továbbiakban építkezni tudtok, akármilyen iskolatípusban tanultok tovább, akármilyen irányba fordul majd az életpályától. Ne felejtjük azt sem, hogy ténylegesen, képletesen is itt nőtetek nagyját. Kisgyermekként érkeztetek ide, csak elvesztetek a hatalmas iskolatáska alap, és most serdülőként, a felnőttséghez közelítve egyre inkább önállósodtok. Ez a közösség a ti közösségtek. 8 éven át létezett, fejlődött, alakult, ahogy ti alakítottátok. Ti tettétek olyanná, amilyenné lett. A további kutatókon nem csak az egyéni ismereteiteket és képességeiteket, hanem a közös élményeiteket, bánataitokat, jó és rossz eredményeiteket, ötösöket, egyeseket, bukásokat, azoknak a megúszásait, összeveszéseket, kibéküléseket, hogy a nagy dolgokról, versenyekről, nyelvvizsgáról, osztálykirándulásról ne is beszéljünk. Kedves Balagó 8-osok! El tudom képzelni, hogy milyen nehéz lehet most búcsút venni a megszokott társaktól, barátoktól, tanároktól. Búcsúzunk tőletek, szeretett tanítványaitól, és ti is búcsúztok tőlük. Alsó tagozatos tanítónénitől, Juhász Anikótól, Szilágyi Ferencné, Marika nénitől, akiket éveken keresztül tanítottak, óvtak benneteket. Búcsúztok tanáraitoktól, lelkes osztályfőnököktől, Tóthné Nagy Katalintól, Szabó Ferenctől.
Kedves szülők, a mai nap csupa öröm számomra. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy önök még büszkébbek és boldogabbak, mint itt ezek a rendkívül csinos fiúk és lányok. Hosszú és időnként nagyon nehéz út vezetett el a mai napig. Engedjék meg, hogy az egész tanári kar, az iskola minden munkatársa nevében gratulálja önöknek. Kívánjuk, hogy önöknek sok örömük legyen még a gyermekeinkben. Az iskola vezetősége nevében megköszönöm a kitartó és önzetlen támogatásukat. Kedves nyolcadikosok! Bízom benne, hogy jó emlékkel, fontos tapasztalatokkal felvétezve hagyjátok el az iskolánkat. Ne felejtjétek, irosva is csak nem csak lenni, maradni is jó. Maradjatok hát szívetekben mélyen irosva isnak, sok örömet, sok sikert kívánok nektek az új iskolátokban. Jó szerencsét, Isten véletek! Tisztelt vendégeink, kedves ballagó diákok! Ballagási ünnepségünk legszebb perceihez érkeztünk, amikor azokat a diákjainkat jutalmazzuk, akik méltán kapnak elismerést. Iskolánk legrangosabb kitüntetése az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány által adományozott ilosvai emlékplakett, amelyet azok a diákok, illetve felnőttek vehetnek át, akik legtöbbet tettek iskolánk hírnevének üretítéséért. A plakettet átadja Stajzné Ilona, a kuratórium elnöke, és Pintér Sándorné, a kuratórium titkára. Kitüntetettjeink. Nyolcadik A. Kondrát Adrien. Nyolcadik B. Nagy Eszter. Ritsu Réka. Illetve Andalné Jó Ildikó szülő. Köszönetet mondunk neki azért a sok éves özetlen segítségért, amit az iskolai szülői munkaközösség egyik legaktívabb tagjaként az iskolánknak nyújtott. Gratulálunk neki. Most azokat a diákokat szeretné az Amaú Szántóért Egyesület ASZE kitüntetni, akik Amaú Szántóváros kulturális ünnepségeit szerepléseikkel többször emlékezetesítették. A díjakat Feszi Józsefné, az ASZE titkára adja át. Lénár Dávid. Nagy Eszter. Gratulálunk neki. Iskolánk nevelőtestülete az alábbi elismeréseket ítélte oda ebben a tanévben, illetve a 8 év alatt nyújtott kiemelkedő teljesítményekért. Ritsu Réka. Testületi dicséret, elismerő oklevél és jutalomkönyvben részesül példás magatartásáért, 8 év kitűnő tanulmányi eredményért, tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő sikereiért, aktív közösségi munkájáért. Az idén az IESK vezetősége nekiítélte a Jó Tanuló Jó Sportoló kitüntető címet is, és a vele járó 5000 forintos pénzjutalmat. Ilyen.
nevelőtestületi dicséret, elismerő oklevél és jutalomkönyvben részesül példás magatartásáért, jeles tanulmányi eredményért, a versenyeken nyújtott emlékezetes teljesítményéért, illetve kiemelkedő közösségi munkájáért. Lelkes közösségi munkájukért, példás magatartásukért könyvjutalomban részesülnek. 8A. Lukács Lívia. Budai Ilona. 4 éves kiemelkedő sporttevékenységért jutalomkönyvet kapnak. Gajas Jennifer. Lengyel Vivien. Konyesnyik Patrik. Közül is többen kapnak elismerést a tanszakokon tanúsított kiváló teljesítményükért és példamutató szorgalmukért. 8A. Lénárd Dávid. 8B. Antal Anna. Művészeti tanulmányaikhoz is sok sikert és kitartást kívánunk. A gyermekeknek szóló elismerések mellett szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik több éven keresztül az osztály, illetve az iskolai szülői munkaközösségben fáradoztak. 8A osztályból. Csáiné Sájer Mária.
Kondrádné Ferenc Enikő. Soltész Lászlóné. A 8. B-osztályból Antalné Jó Ildikó. Sirászki Erika. Ricuné Majnár Edit. Köszönjük segítségüket, további sok sikert kívánok mindnyájuknak, és azt, hogy gyermekeikben sok-sok örömük legyen. Iskolánk hagyományainak megfelelően a 8. évfolyamos diákok átadják iskolánk zászlaját a 7. évfolyam képviselőinek. A 8. évfolyam képviseletében Tinics Márkó, Bósa Szandra és Szegedi Géta adják át, a 7. évfolyamosok nevében Markas István, Fehér Virág és Hornyák Réka veszi át iskolánk zászlaját. Az emlékszalagot a 8. A osztályból Kovács Dalma, Lukács Lívia, a 8. B osztályból Ricu Réka, Takács Bálint helyezik el. A 8. A osztály mondata. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy léptünk bizonytalan, de indulunk. A szépet, a jót akarjuk. Érezzük, hogy hitünknek szárnya van. Juhász Gyula. B-osztály elmondata. Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célre dobog. Nekivágunk, ha küzdelmes válnak, s építkarunk egy szebb holnapot. Arany János. Búcsúzó 8. osztályos tanulók nevébe az iskolazászlók átadjuk őrizzék becsületét és tisztaságát. A 7. osztályos és az iskola tanulói nevében az zászlót átveszünk. Ígérjük, tovább öregítjük jó hét becsületét.
Thank you.
Pillanat.